Szerettem volna évek óta ebbe a kiváló csapatba tartozni. Picit irigykedve néztem mindazokat, akik nemzetművészei voltak, és gondoltam rá, hogy egyszer majd talán én is nemzetművésze lehetek. És hát ez az elismerés most ért engem, aminek nagyon-nagyon örülök. Családom is úgy fogadta, a kedves feleségem, a munkatársaim, jó magam viszont meghatódva fogadtam ezt a díjat. Tényleg olyan nevek birtokolják ezt, akik számomra példaértékű művészi munkát végeznek, akiket követtem egész életemben, és akinek a munkáját példaértékűnek éreztem, valamint én is azért tevékenykedtem, hogy egyszer majd én is nemzetművésze lehessek. Óriási élmény volt számomra vidéki srácként fölkerülni, és hát készülni erre a pályára, egy művész pályára Budapesten. 1971-től, tehát 50 éve jártam ebben az iskolában, 75-ben végeztünk, és ez volt az első előadó művészi program. Természetesen itt a pedagógiai program, amikor tánctanárként szinte az egész világban tanítottam Japántól Észak-Amerikáig magyar néptáncot. Ez egy fontos dolog volt, a táncházmozgalom gyermekének lenni, és ezt az egész tánckultúrát hirdetni a világban, úgy a diaszpora körében, valamint a külföldi, akár magyarság vagy külföldi idegen emberek számára ezt a kultúrát bemutatni, áttanítani, megtanulni. Ez az a pedagógiai munka, amit tulajdonképpen végeztem a hazai munkám mellett. Ezt követte az alkotói munka, mint koreográfus dolgoztam, és dolgozom is, sok-sok műsort készítettem feleségemmel, Zsévince Zsuzsával, sok-sok műsort készítettem, mint koreográfus, rendező. Majd mint menedzser dolgozhattam, és dolgozom az együtteseim életben tartásáért, a táncosaim tanításáért. Tehát ez az a negyedik pillér, amiben úgy érzem, hogy mint együttes vezető, és jelenleg is a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Együttes igazgatójaként dolgozhatok. Tehát ez az a kör, amit én befutottam, vagy amiben jelenleg is dolgozom. Tehát jelen vagyok a táncszakma szervezésében, és megpróbálok erőm minden erejével jelen lenni a magyar táncművészet érdekében.